Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, beszélgető társam pedig Stöcker Dávid mediátor, akivel ma egy nagyon izgalmas témáról, a nemek közti kommunikációról fogunk beszélgetni. Üdvözlök, Dávid, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntök minden kedves hallgatót, köszönöm, hogy itt lehetek. Azért is tartom egyébként nagyon érdekes témának a nők és a férfiak közötti kommunikációt, mivel alapvetően is nagyon különbözőek vagyunk, és én magam is érzem úgy sokszor, hogy egy teljesen máshogy gondolkodunk, máshogy beszélünk, és olyan, mintha egy másik bolygóról érkeztünk volna. Valóban ennyire különbözőek vagyunk? Ennyire nem rémisztő a helyzet, tehát emberek vagyunk. Én ebből a nézőpontból tekinteném ezt a kérdést első körben. Mindannyian emberek vagyunk, tehát emberként kommunikálunk, megvannak ugyanazok a készleteink, független attól, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. Ebből fakadóan azért vannak különbségek is. Tehát akár csak a fizikai megjelenés, kezdjük így az alapoknál, akár az orgánummal kapcsolatos dolgok, és akkor erre szépen rárakódott az évmilliók során az összes társadalmi és egyéb szerep. Tehát itt is, mint minden kommunikációs helyzetben, szerepeket játszunk, és ezeket a szerepeket örököljük, láthatatlan módon tanuljuk, tehát családon belül, iskolán belül, közösségeken belül, hogyan kommunikál egy nő, mi a szerepe a nőnek, hogyan kommunikál egy férfi, mi a szerepe egy férfinak, és akkor ezek vannak, hogy hiedelmekké állnak össze, amik már sok esetben akadályozzák azt, hogy megértsük egymást. Ez a téma egy örökzöld téma, én sokat dolgozom diákokkal, középiskolásokkal, egyetemistákkal, és ott ez a téma ez mindig előjön, és erre nagyon-nagyon kíváncsiak, érthető okokból. Akkoriban kezdem mindenki komolyabban ismerkedni a másik, a párkapcsolat, mint olyan az akkor kezd igazán komolyan előkerülni. És hát, hogy ezt hogyan lehet egy kapcsolatot fölvenni, hogyan tudom őt meghódítani, most nagyon leegyszerűsítve, mert ez a játék, idézőjelbe vett játék azért valahol arról szól, hogy a másikat valamilyen módon magamhoz édesgessem, és akkor magam mellett is tudjam tartani. Ezt is tovább lehet bontani rossz szó, megszerzés és a megtartás fázis, a két külön terület és két külön világ, amiben nagyon-nagyon különböző módon kell, hogy kommunikáljunk. Szóval alapvetően nem különbözünk olyan nagyon születésünktől fogva, viszont ahogy folyamatosan növekszünk, társadalomba megyünk be, vagy a társadalom jön be a mi életünkbe, úgy alakulnak ki ezek a szerepek, és ezek a szerepek elég sok esetben akadályozzák azt, hogy értsük egymást. Miközben, hogyha megnézzük a gyerekeket, ahol még kevésbé működnek ezek a tanult dolgok, elég ösztönösen tudnak működni, és elég ösztönösen jó kapcsolatokat alakítanak ki. Én például a saját gyerekkoromban emlékszem arra, hogy a testvéremmel mi, amikor mentünk nyaralni, akkor nagyon-nagyon könnyen, nekünk ez egy ilyen vágyott dolog is volt, nagyon könnyen építettünk kapcsolatokat idegen gyerekekkel, külföldiekkel is, hát pedig akkor azért még nem volt annyira jó nyelvtudásunk, leginkább semmilyen nem volt. De egyszerűen nem voltak azok a feszülések, gátak, belső kérdések, problémázások, hogy most oda merjek menni XY-hoz, vagy nem merjek oda menni, mit fog szólni, mit nem fog szólni, jaj, mi van, hogyha nem nyitott, jaj, mi van, ha nyitott, jaj, hogyan fogunk kommunikálni. Tehát nekünk minden nyaraláson voltak így barátaink, olaszok, németek, lengyelek, tehát aki éppen ott a kempingben volt. És érdekes módon is, ez nagyjából 12-13 éves korunkig sem volt nagyon probléma, hogy ők valamilyen módon, velük valamilyen módon kommunikáljunk. Amikor elkezdi azt érezni valaki, hogy ennek tétje van, vagy öntudatosabb módon áll ebbe az egész történetben, akkor jönnek ezek a feszülések, meg elkezdünk gondolkodni, hogy ja Istenem, mi fog történni. Úgyhogy a gyerekek ilyen szempontból nagyon jól mutatják azt,
Persze itt is azért azt lehet személyiség függő, melyik gyerek milyen, aki introvertáltabb, akkor ő nyilván kevésbé fog oda menni, de azért benne is megvan az igény, hogy kommunikáljon másokkal, csak mondjuk kevesebb ideig csinálja, vagy más módon. Tehát a gyerekeket nézve azért látszik az, hogy olyan nagy különbségek nincsenek közöttünk. Amikor viszont belépünk a felnőttek világába, és egy csomó minden rakódik ránk, nagyobb pakkokkal mászkálunk már, mint egy gyerek, akkor már látszódik az, hogy vannak elcsúszások, és már a kapcsolatfelvétel nagyon nehezen megy, és ami az egészben a legszebb, hogy nagyon esetlenül tudnak működni a szereplők. Tehát felnőtt férfiak nagyon esetlen módon tudnak nőkhöz viszonyulni, vagy nőkkel kommunikálni. Ugyanez fordítva is igaz, ott is vannak ilyen esetlenségek, és akkor az esetlenség ez tud bájos lenni, másrésztről meg bizonyos helyzetekben, akár munkahely helyzetekről, tehát nem csak párkapcsolati szituációkról kell, hogy itt beszéljünk, akár munkahelyi helyzetekben ezek tudnak olyan félrecsúszásokat generálni, ami aztán szó szerint megöli a kommunikációt, és egy olyan irányba viszi el azt az adott kapcsolatot, amihez már külső segítség kell, hogy ezt valamilyen módon visszahozzuk az életbe. És milyen sajátosságai vannak? Vagy mi jellemzi a nemek különbözőségét a kommunikációban? Tehát, hogy ezt hogyan, hol figyelhetjük meg? Ezt korosztályi szinten is érdemes szétbontani. Ez egy nagyon érdekes dolog olyan szempontból, hogy minden korosztály más, bizonyos dolgokban meg tök ugyanolyan módon működik, teljesen ugyanúgy működik. Mikben jelenik meg leginkább a különbség? Hát kezdjük így az alapoknál. Ki megy oda kihez? Ki kezdi a kommunikációt? Ez az egyik ilyen fontos elem. Egyáltalán hogyan indul meg ez a kommunikáció? Tehát ki kezdi és hogyan indítja meg a kommunikációt? Ugye van az iskola, vagy az a fajta nézet, hogy, és ezek párhuzamosan vannak egymás mellett. Tehát nincs olyan, hogy a mostani korban, nem tudom én, a lányok, a hölgyek sokkal bevállalósabbak, rámenősebbek, vagy merészebbek, és ők kezdeményeznek. Van ilyen is, és van a klasszikusnak mondott iskola, hogy a férfiak. Ezek egymás mellett működő dolgok. Tehát, hogy ki kezdeményez, hogyan kezdeményez. Már itt megszoktak lenni az első nagyobb problémák, hogy az egyik félnek van egyfajta elvárása. Tehát ezt szoktam mondani a diákoknak is, hogy a kezdeményezés első pillanata az, van egy nulladik pillanat is, erről majd beszélek, de az első pillanat az, amikor a szemek találkoznak. És ez bármely emberi kapcsolatban van, hiszen az a kapcsolatfelvételnek a legelső pontja, amikor két tekintet találkozik, és ott már egymás felé kommunikálják, hogy én szeretnék veled valamiről beszélni, mondom, nem csak párkapcsolati dolgokról, vagy ismerkedésről van szó, hanem egy sima egyszerű munkahelyzet, vagy valakitől szeretnék valamit. Szemek találkoznak, az egyik fél üzeni, hogy szeretne valamit, a másik fél meg üzeni, hogy gyere. Ez a legelső pont, ez a legelső pillanat, ez hogyan működik? Itt nagy különbség egyébként nincs a nemek között, sőt egyáltalán nincsen, erre szoktunk mi a tréningekben egy gyakorlatot behozni, amikor arról szól az egész történet, hogy csak a szemükkel kommunikálhatnak a résztvevők. Van valaki, aki benne áll egy kör közepén, neki meg kell találni a körből kivezető kaput, és csak szemmel kommunikálhat. A szemmel kommunikáció alatt csak a pupillát értjük, a szemgolyót, leegyszerűsítve. Tehát nincs szemöldökhúzás, nincs mosolygás, stb. Nyilván ezek a való életben mind jönnek, de az emberek igenis tudnak a saját szemükkel csak egy pillantással, egy nézéssel kommunikálni. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy és erre bőszen bólogat mindenki, hogy mondom, egy fesztiválon, egy buliba, ahol azért sötét van, zaj van, villóznak a fények, stb. Pillanatok alatt kiszúrjátok egymást, és megy a szemezés. Pedig a körülmények nem ideálisak, nem látod a mimikáját, nem feltétlenül tudod eldönteni, mosolyog, fintorog, nem, de a szemén keresztül te el tudod dönteni azt, a pillantásán keresztül menjek, vagy nem menjek. És akkor itt jön a másik lépés, a döntés, hogy beleállok abba a történetbe, megyek, vagy nem megyek. Tehát ebben nem különbözünk, viszont ami igen az első pont, ki kezdeményez, és hogyan kezdeményez. Itt megint nagyon fontos ez a hogyan, és itt már erősen bejönnek a szerepek, mit várunk el egy férfitől, és mit várunk el egy nőtől. Bejönnek a tanult minták, hogy otthon hogyan láttuk.
nagyszüleink, szüleink hogyan kommunikálnak, tanáraink hogyan kommunikálnak, és ezek szépen egymásra rakódnak, és akkor ilyen szerepek találkoznak egymással. Pillantásban még benne van az ember, a mimikában is még benne van az ember, de az első lépésnél, tehát oda megyek, az a következő lépés, hogy oda megyek, fizikailag teszek irányába valamit. Ugye az emberek nagyon nehezen tudnak sokszor mit kezdeni a saját kezükkel, vagy azzal, hogy hogyan játsszák be a teret. Ez a következő lépés, hogy ezzel hogyan jelzem, és aztán az első mondat, ahol megint csak ezek a hiedelmek jönnek, azt gondolják, hogy a férfinak kell megtenni az első mondatot, és akkor a nőnek ezt fogadnia. A férfinak kreatívnak kell lennie, a nőnek bizonyos szempontból szerénynek, de nyitottnak. Tehát ezek mind ilyen hiedelmek, alapvetően itt sok múlik azon, hogy ki milyen személyiség, ki hogyan viselkedik, kinek milyen készlete van, és mennyire érzi komfortosan magát ebben az adott helyzetben. Tehát szerepekben működünk, a férfiaknak megvan ez a kezdeményezni kell, kreatívnak kell lenni, rögtön lenyűgözőnek kell lennem. Ez munkahelyi környezetre ugyanúgy igaz. Tehát, hogy bárhol vagyunk, ugye azért úgy vagyunk berendezve, hogy a férfi a vezető, aki kezdeményez, aki tudja mindig mit szeretne, és akkor a nő pedig a fogadófél, aki ezt úgymond elszenvedi. Nyilván már nem így működnek a dolgok, tehát teljesen másként működik ez a világ, női vezetők vannak, női szakértők vannak, sok esetben jobbak, mint mondjuk a férfiak. Tehát itt mindenkinek a fejében, így visszatérve az alapkérdésre, mindenkinek a fejében megvannak ezek a minták, hogy nekem milyennek kellene férfinak, lehengerlőként, kezdeményezőként, kreatívnak, szórakoztatónak, és azonnal álljuljanak el tőlem. Vagy a szakmai közönség, vagy az az adott a nő részéről egy kicsit passzívabb, ne legyek annyira nyitott rögtön az elején, ne legyek félreérthető, de mégse legyek túlságosan, hogyha nem is akarom, ne legyek sértő, de valahogy nemet tudjak mondani, tehát hogy elutasító legyek, de ne akarjam megbántani. És ezek a minták a fejünkben elkezdenek működni, ahelyett, hogy tudatosan figyelnénk arra, hogy mi hogyan kommunikálunk, mit üzenünk a szemünkkel, hogyan lépünk oda, hogyan játsszuk be a teret, hogyan fogjuk megszólítani. Egyszerűen csak annyi, ugye mindig vannak ezek a poénok, hogy te is itt bulizol. Tehát amikor érződik, hogy de ennek is megvan a maga helye, mert ebből érződik az, hogy az illető zavarban van, jó szándékú zavarban van, valahogy szeretné fölvenni a kapcsolatot, és erre, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy egy nevetnek, de nem rajta, hanem az egész szituáción, az már oldani tudja ezt a helyzetet. Tehát megvannak ezek a szerepek, amik ránk ragódtak, és ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy nekünk mi tud komfortos lenni, én hogyan tudom úgy magamat adni, hogy az jó legyen, ahelyett ezekben a szerepekben gondolkodunk, és az első ilyen pont, ahol félrecsúszások lehetnek, egóharcok alakulhatnak ki, akár férfi-férfi kommunikáció, nő-nő kommunikációban is, tehát ezt a aspektusát is érdemes ennek a témának vizsgálni. És azok teljesen elviszik ezt az egészet. Tehát nagyon jók a szerepek, mert adnak egy biztonságot. Tudjuk, hogy milyen mozgásterünk van, azon belül milyen készleteink vannak. Tehát nem azt mondom, hogy ettől ezeket eresszük el, ezeket ismerjük, tudjuk, így szocializálódunk, de közben nagyon erősen legyen ott az, férfiként, nőként, bármilyen helyzetben is, hogy nekem ezeken a szerepeken belül mi a komfortos, és mivel egy kommunikációs aktusról van szó, mi az, ami a másik számára jó lehet, és nem sértő. Mert ugye nagyon sok olyan helyzet van, ahol akár az aktív, a proaktív fél egy olyan mondatot mond, hogy és most elnézést a hallgatóktól, de unokatestvéremet szeretném idézni, akinek egy buliba oda mentek hozzá lány, nem most volt, az már egy ilyen 4-5 éve, jóval fiatalabb lány, mint jó magam, és akkor föltették a kérdést, mint csajozós dumát, hogy szia cica, ki a gazdád. Biztos, hogy van az a helyzet, van az a kör, ahol ez működik. Van olyan fogadófél, aki ezt jól le tudja reagálni, és nem tudom, ebből még a végén valamiféle beszélgetés ki tud alakulni, de azért azt érezni kell minden ilyen emberi szituációban, helyzetben, hogy abban mi fér bele. És az a poén, vagy az a kreatív kezdés, az tényleg kreatív és tényleg poén, vagy adott helyzetben nagyon sértő.
Tehát, hogyha előzetesen van egy olyan, egy ilyen szituációban szempárbaj, akár előzetes ismeret, mert ismerik valamilyen módon egymást, csak még soha nem beszélgettek, mert rengeteg közös barát van, akkor egy ilyen történet bele tud férni, mert van valami előismeret, hogy valahol egyszer együtt bulisztak, és valaki egy ilyet elpukkantott, és ők ezen nagyon jót nevettek akkor, de ebből nem lett semmiféle kommunikáció, de amikor ők rájönnek arra, hogy ők szeretnének egymással, sok az ők, szeretnének egymással aktívabban kommunikálni, akkor ez az előzetes ismeretek alapján egy nagyon jó kezdés tud lenni. De ugye semmiből ilyeneket bedobni, ez megint ugye a minták. Valahol tanultuk, valahol láttuk, hogy ez működik, hogy ez valakinek bejött. Igen, nem csak másik oldalról, ezt pont én a diákjaink részéről hallom, a lányok részéről, hogy ott meg egy nagyon nagy kérdés az egy-egy ilyen kapcsolat felvételnél, hogy jön olyan, akivel én nem szeretnék beszélgetni sem feltétlenül, de közelebbi kapcsolatba kerül meg egyáltalán nem. Jaj, nehogy megsértsem őt. Tehát ez a nemet mondani művészet nőként egy adott helyzetben, amikor valaki nagyon nyomul, hogy nehogy megsértsem, nehogy megbántsam, de hát nemet szeretnék mondani. És ebből van egy olyan helyzet, hogy a másik fél, aki kellően rámenős, az nem érzi, nem látja, ott határozat nemet kell az elején mondani, mert ha az ember nem rak ilyen sorompókat, akkor azokon ott átmennek. Ugye aztán erre van egy nagyon egyszerű módszer, ezt mindannyian ismerik, hogyha valakivel nem szeretnénk kommunikálni, semmilyen módon, ezek a közlés sorompók, amikor valaki oda jön, hogy de jól nézel ki, vagy gyere, ígyunk meg valamit, akkor erre mindig van egy-egy ilyen mondat, hogy köszi, szia, vagy nem iszom, és akkor ezek ilyen tipikus közlés sorompók, amire a másik effektív nem is tud reagálni, mert mit reagál az ember, bármennyire is fölkészül. Szóval jók a minták, jók ezek a keretek, ezeket mindenkinek magának érdemes megvizsgálnia, hogy neki ezek mennyire komfortosak, mert ami az édesapjának, nagyapjának bejött, az lehet, hogy neki nem jön be, ami a bátyánál, nővérénél működik, az neki nem fog működni. És ezekből a keretekből, ezekből az eszközrendszerekből megnézni, hogy mi az, ami neki komfortos, az egyik. A másik pont, meg minden egyes emberi kommunikációs helyzetből tanulni. Tehát amikor másik neművel kommunikálok, szép terminus technicus, tehát egy másik emberrel kommunikálok, akkor minden egyes kommunikációs helyzetből tanulni. Látni azt, hogy mi az, ami a másik oldalon működik, szokott működni, szeretik, mi az, ami legtöbbször elutasítással jár. Tehát, hogy ez egy folyamatos tanulás a saját kommunikációs helyzeteimből, gyűjtöm a tapasztalatokat, és valamilyen módon kialakítom a saját eszköztáramat, meg a képet arról, hogy hogyan működnek emberek, hogyan működnek generációk. Egy idősebb generációval egészen másként kommunikálok, maradjunk csak a köszönésnél, az elejénél. Most az nagyon-nagyon trendi, meg megszokott dolog, hogy mindenkit tegezünk. Bemegyünk egy helyre, már hello. Ugye egy Sopron környéken a hello, szia. Ez egyébként egy helyi, ez egy nagyon-nagyon-nagyon helyi, az országban sehol máshol nem találkozom ezzel a fajta köszönési módszerrel, hogy hello, szia. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki hello, szia-val köszön, arról tudom, hogy Sopron. Szóval itt a generációk között is komoly különbségek vannak, és hogyha már köszönésnél tartunk, mindenki mostanában hellózni szeret, de vannak azok a generációk, ez nem csak a nagyon idősekre, ez most már 40 fölötti generáció, 40-es generációra is jellemző, zavaró bármilyen szempontból is nézzük, hogy mindenki hellózik. El kell tanulni köszönni, már a köszönéssel egészen másként tudjuk magunkat a térben, meg az emberi kapcsolatokban kezelni, illetve elhelyezni, és annak is van egy bája, meg van egy pozitív kezdése, egy meglepődés. Tehát én bárkivel kezdek dolgozni, én mindenkivel önöződöm, tehát a önözés, magázás, ez ugye attól függ, de jellemzően az önözés az elegánsabb. És mindenkivel, független attól, hogy mennyi idős, hogyha 20 évest felvételiztetek egy adott programba, akkor is. Mert ott már munkáról van szó, nyilván az oktatás az más. Tehát ott, hogyha a diákokkal az ember az valamilyen módon közelebbi kapcsolatba kerül, mert sokat dolgoznak együtt, olyan programok vannak, akkor ott beleféletegezés, de ott is érdemes ugye megtanítani ennek az egésznek a dramaturgiáját. Szóval a korosztálytól függő az is, hogy hogyan tudunk kapcsolatot fölvenni, hogyan tudjuk ezt az egészet kezdeményezni.
Mondom, összegezve annyit lehet erről így mondani, hogy ismerni kell ezeket a szerepeket, ezek nagyon jók, nem véletlenül alakultak ki az évszázadok, évezredek alatt, hogy mi a férfi, mi a női szerep, mi a gyerek szerep, stb. Stb. Ezeknek megvan a maguk szerepe, célja, oka, de közben azért erősen kell azt is tudni, hogy én hogyan tudok működni ezen a keretrendszeren belül, mi az, ami nekem optimális, és mit tapasztalok, hogy ez hogyan hat másokra, és milyen visszajelzéseket kapok. Érdekesek egyébként azok, amiket elmond. Tulajdonképpen egy kommunikációs játszmát kell folytatni egymással a nőknek és a férfiaknak, vagy akár a gyerekeknek. És ugye azokat a technikákat, amiket automatikusan hoz magával, ugye a nonverbális kommunikációs jeleket szintén alkalmazni kell, és ettől válik egyébként talán ez az egész kommunikáció követhetővé. És vannak esetleg a női és a férfi kommunikációban olyan tabuk, amit nem szabad használni? Vagy ilyen, ennyire kimondottan resarkítva vagy kisarkítva dolgokat nem tudunk ilyet megfogalmazni? Ez egy jó szó, egyébként inkább azt mondanám játék. Mert a játszmában van egy, ugye a magyar logikában, a magyar nyelven minden fogalomhoz szoktunk kötni mélyebb, magasabb jelentést. A játék az azért egy jó fogalom ebből a szempontból, mert elveszi ennek az egésznek a olyan szempontból élét, súlyosságát, hogy itt valami visszavonhatatlanul elrontható dolog is kijöhet ebből az egészből, tehát oda megyek valakihez, vagy elkezdek munkahelyen kommunikálni, és hú, ezt csak elrontani lehet, vagy nem. Ez egy játék, valóban egy közösségi játék, egy társas játék, amiben vannak jó lépések, vannak rossz lépések, tabuk, hogyha már a rossz lépésekről van szó. A generális tabukról szerintem nehéz beszélni, tehát nehéz azt mondani, hogy akkor vannak generálisan tabuk, amiket nem szabad. Azt mondom, hogy helyzetek és kapcsolat függő valahol, tehát a kapcsolat szintjétől is függ, hogy mi az, ami belefér és mi az, ami nem. Függ attól is, hogy mennyi, mióta ismerik egymást, függ a generációtól is. Tehát tabuk, inkább azt mondom, úgy alakulhatnak ki, vagy úgy lehetnek tabuk, vagy ilyen tabu témák, tabu helyzetek, hogy a kommunikációs párokban, vagy kis csoportokon belül. Tehát valaki nem érzi azt, hogy abba a csoportban mi fér bele, vagy abba a relációban mi fér bele. Most mondok egy konkrét példát. Nem teljesen tabu, de abba az irányba mutat. Vannak olyan családok, kommunikációs helyzetek, ahol belefér a puszi, mindenki pusziszkodik. Ugye ennek az egyik ilyen, hát extrémnek nem nevezném, de nem is mindennapi eleme, amikor férfiak pusziszkodnak. És van olyan ember, akinek ez teljesen természetes, mert ilyen környezetből jön, tehát ilyen családi környezetben nőtt föl. És van, akinek ez meg nem természetes, és ez a két család mondjuk összetalálkozik, mert a gyerekek összejönnek, stb. Stb. És akkor van, akinél ez az érintés, férfi puszi, stb. Ha nem is tabu, de nem egy kívánt dolog, de a másik fél az meg kellően rámenni, mert neki meg ez a természetes. Tehát ilyenek ki tudnak alakulni, társadalmi szinten is akár ki tudnak alakulni, tehát meg tudunk nézni, hogy mi az, ami Japánban működik, mi az, ami Magyarországon például nem működik, kommunikációs helyzetekben ilyen tabuk, vagy a közel-keleti országokban akár az, hogy férfiak egymás kezét fogva mennek az utcán, ennek megvan az a maga része, szokása, hogy ők nagyon közeli kapcsolatban vannak, míg Magyarországon egy közeli kapcsolatban lévő férfi barátságba, talán a férfi puszi, ami bele szokott ilyen szempontból férni. Tehát generális tabuk egyébként nincsenek, csoporton belüli tabuk alakulhatnak ki, és ezek akkor derülnek ki igazán, amikor csoportok, vagy két különböző csoport, két különböző egyéne találkozik, és akkor ezek a dolgok ott mind a kettőnek az a természetes, amiből jön, és az szerint viselkedik, és akkor ebből konfliktusok akadhatnak. Mondok megint egy konkrét példát, ezt egy vidéki étteremben ülve figyeltük egyik kollégámmal elhűlve, miközben lehet, hogy nem kellett volna ezen elhűlni. Beült egy pár, fiatal pár, és jött a pincér, kérte, hogy mit rendelnek, és a férfi igazából mindent lerendelt a nő helyett. Tehát, és nem nagyon érzékeltük előtte, hogy ők egyébként megbeszélnék azt, hogy én szeretnék egy limonádét, meg ezt szeretném menni, ültek, nézték az étlapot,
És konkrétan akkor az úr az mondta, hogy akkor én ezt kérem, ő meg ezt, meg ezt, meg ezt fogja kérni, és köszönjük szépen, 4 lapot összecsapta is, és pont. Tehát ez például lehet egy erős tabu helyzet, egy olyan szituációban, ahol mondjuk 2 különböző helyzetből érkező ember jön, egy első randevún ilyen előfordulhat minden további nélkül. Mert neki ez a természetes. És van, ahol meg valószínűleg ezt így visszagondol, lehet, hogy ez a hölgynek meg teljesen természetes volt, mert ő ebben szocializálódott, így működött. Uram, bocsán, még az is benne van a történetben, és akkor megint itt vannak az ilyen elsőre látunk valamit, és ebből véleményt alkotunk, miközben nem látunk mögéje. 2 dolog. Lehet, hogy ők otthon megbeszélték, hogy egyébként mit szeretnének, mert ide szoktak járni, megvan az ő már megszokott menetrendjük, és ott megbeszélték. És lehet, hogy a hölgy nagyon nem szeret, mert introvertáltabb, nem szeret nagyon kommunikálni. Ez is benne van. Lehet, hogy olyan szinten jól ismerik egymást, és olyan összhang van, ugye szokták ezt mondani, hogy honnan találtad ki a gondolatomat. Ezek nem varázslatok, minél több időt tölt együtt valaki a másikkal. Ez most férfi-nő, férfi-férfi kapcsolat. Én Pannonhalmán végeztem, tehát 4 évet együtt nőttünk föl srácokkal, és félszavakból értjük egymást, ugyanarra gondolunk. Hát persze, mert ugyanabban a helyzetben ugyanúgy működik az agyunk, ugyanazok azok a sémák, ugyanazok az akaratok jönnek be. Tehát ebben az esetben is bőven lehet az, hogy ők annyira harmonikus és jó kapcsolatban voltak, hogy ez így működik, de kifelé elsőre azért az a kommunikációs helyzet jött elő, hogy beül a férfi, és azt mondja, hogy ezt meg azt kéri ő, és köszönjük szépen. És ezt nem kéri ki a másik. Szóval tabu igazából bármi lehet, és nem feltétlenül kell, hogy minden tabu legyen. Bármilyen emberi kapcsolatban, és ezért jó a kommunikáció, ezeket meg tudják beszélni. Tudom, hogy nehéz jelezni egy adott helyzetben, hogy náluk ugye ez nekem nem komfortos, megint visszamegyünk oda, hogy nem akarom megbántani, vagy ezt nem így szoktuk. Nem sértünk meg senkit azzal, hogyha kiállunk a saját komfortzónánkért azért, hogy nekünk ez így jó. Sőt, ezzel a másikat nagyon sokban segítjük, hogy tudjon ránk csatlakozni. És a kommunikáció jobban működjön, és akkor ne az legyen, hogy elmegy az egész kapcsolat, bármilyen kapcsolatról beszélünk ezeknek a tanult szokásoknak az irányába, hogy akkor a férfi így kommunikál, még úgy kommunikál, munkahelyen a főnök a beosztottal így kommunikál, a beosztott a főnökkel amúgy kommunikál. Tehát, hogy ezt igenis érdemes és kell is ilyenkor kiállni, nem lehet senkit sem megsérteni. Az a rossz, hogyha sokáig halmozódik ez, és akkor egyszer csak valaki nagyon határozottan áll ki, a másik nem érti, ebből van egy konfliktus helyzet, és a konfliktus helyzetben, meg ezt azért tapasztaljuk, senki sem érvekkel, racionális érvekkel kommunikál, hanem elkezdődik ez a mert te mindig így működsz, tehát ilyen ítéleteket, fatvákat dobunk a másik fejéhez. Erről rengeteg videó van fönn az Instagramon, az ilyen poénok, hogy a nő, aki párkapcsolati Instagramos ilyen videó, meg mémek, hogy akkor bezzeg a 9 évvel ezelőtti nem tudom milyen hibámra is emlékszik, miközben arra nemhogy. Tehát igen, amikor konfliktus helyzet alakul ki, az meg egyáltalán nem segít, hogy ezeket megbeszéljük, mert ilyen sérelmeket kezdünk el a másik fejéhez vagdosni. Ennek úgyis egy közlés sorompó valahol a vége, ami nem segíti a kommunikációt. És minden indul előről utána. Úgyhogy tabu, mindenkinek magának kell tudni, hogy neki mi a tabu, és mindenkinek magának oda kell figyelni, ez egy állandó odafigyelés a másikra, hogy neki mi lehet a tabu. Még egy példa csak, és ez egy jó, hogyha valaki ezt játékos formában szeretné megnézni, kicsit tragikus ilyen szempontból a hasonlat, hogy a Matthew Perry halála miatt, de a Jó barátokban van egy rész, ahol az a karakter, akit ő játszik, a Chandler Bing, kap egy olyan főnököt, aki mindig minden férfinak a fenekére ver. Tehát ez ott a dicséretnek, meg a haverságnak a jele. És azt a részt, azt érdemes megnézni, hogy mi zajlik barátok között is, milyen feszülés van ebből, hogy hogyan kommunikálja ezt az egész. Milyen félelmek vannak, hogy úristen, hát a főnököm, akkor kikerülök ebből a brancsból, mert egyébként én vagyok a kedvenc, meg a nem tudom micsoda. Szóval ezeket érdemes megnézni, mert minden ilyen sorozatban, minden ilyen szitkomban azért nagyon-nagyon sok olyan elem van, ami tényleg a valóságból táplálkozik, és jókat mosolygunk, meg nevetünk rajta,
De azért elgondolkodunk sokszor, hogy hoppá, tehát hogy ez az én életemből is van, ez tényleg így működik, és ez azért jó, mert elgondolkodunk rajta, és akkor elkezdünk, már ezek segítenek valamennyire abban, hogy mi is jobban kiálljunk, tudjuk, hogy hol van az a pont, ahol ennek mondjuk elejét kell venni. Úgyhogy ezt a részt ezt érdemes mindenképpen megnézni, mert ez pont, pont egy ilyen tabut, egy munkahelyi tabut dolgoz föl, és akkor van egy csomó szitkom, ahol ugye megy állandóan a kummantás, meg egyéb dolog, mert nem tudom én, valaki összetörött egy poharat, és akkor egy pohár összetörésből generálódik egy hatalmas konfliktus, pedig csak ennyit kellett volna, de bocs, összetörtem a poharat. Hát, semmi gond. Igen, azért önt hallgatva azt gondolom, hogy könnyű lenne a nők és a férfiak között kommunikálni, illetve azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk egymáshoz, és kiállunk, ha nem feltétlenül az igazunkért, de saját magunkért, akkor nem biztos, hogy érezni fogjuk azt a néha szakadékot, ami ugye a nők és a férfiak közötti kommunikációt jellemezheti, vagy talán sokszor jellemzi is pont ezekből a sajátosságokból adódóan. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, Dávid, hogy ezt most elmondta nekünk, és megosztotta velünk. Nagyon remélem, hogy ez mindenkinek például és tanulságul fog szolgálni, és így is fejleszthető a két nem közti kommunikáció. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én mindenkinek csak annyit tudok mondani, hogy túl nagy tétet azért nem szabad önmagunkra helyezni, vagy túl nagy súlyt, meg túl nagy tétet adni ezeknek a kommunikációknak. Ez tényleg egy játék. Nem lehet elrontani, sokkal nagyobb élmény lesz, hogyha egy kicsit lazábban megyünk ebbe bele, meg ismerve saját magunkat. Köszönjük szépen, hogy ezt hozzátette. Nagyon szép napot, és minden jót kívánok. Kisalföld Podcast. Hírek helyben, azonnal.